már alig várom, hogy itt legyen a nyár, ezért csinálok egy nyári pestos pitét. Imádom ezt csinálni. Nagyon olcsó, és lehet, hogy megvannak már otthon a dolgok, ami kell hozzá. Először is kell egy-két paradicsom vékonyra felvágni, és tudsz Bolba venni már kész Pite lapot, vagy otthon csinálni, ha szeretnél. Nekem még le volt egy kicsit fagyó, úgyhogy össze kellett gyúrnom, aztán kitekernem, hogy vékony legyen újra. Általában két lap jön egy dobozban, és ezt az egy lapot elfeleztem. Aztán van egy ilyen kicsi, mini, egyszemélyes Pite formám, amiben. Beleteszem ezt a tésztát, és az alján belenyomom, hogy megfogja az alakját. És a felső részén belenyom abba a hullámos oldalába a végén, hogy megtartsa azt a szép pite formát. Aztán egy villával belenyomkodunk az aljába, hogy ki tudjon jönni a meleg levegő és süljön szépen. Itt van pesto, ez egy bolti pesto, otthon is lehet csinálni, de elég drága lesz, mert bazsalikom nem olcsó, és elég sok kell hozzá, hogyha otthoni pesto akarsz csinálni. Szóval beletettem kb. egy nagy kanállal, először megnézem, hogy mennyi mennyi kell bele, az aljára elkenem, utána még tettem bele egy kicsit, kb. egy fél kanál, és most fogom a falakra kenni, hogy az egész tészta legyen olyan finom pestos, és általában az a tészta nem sós, és a pestóban van a só, szóval ez úgy Inkább egy besózzunk a tésztát ezzel, és még kapunk azt a finom, jó pesztos ízet. Amit most csinálok, ez nem muszáj, én nagyon szeretem az olíva bogyókat, úgyhogy egy párat beleteszek az ajába, mert szeretem, mikor a pitébe harapok, is találok valami kincset ott. Szóval, ha nem akarsz olíva bogyót tenni oda, nem baj. Viszont itt a kis titok, mikor pestoval akarsz sütni, zsemlemorzsa. Ez fog segíteni beszívni az olajot, mert a pesto nagyon olajos, és hogyha nem akarod, hogy a tésztád vízes legyen, akkor kicsit be kell szívni azt az olaj, ami, ami zsemle, azt fogja csinálni neked. Utána egy jó maréknyi mozzarella ja, az egész tetejé kb. és rátesszünk egy pár szeletelt paradicsom, úgy, mint egy kis virág. A sütéshez tudsz ha a dobozos vettél, akkor süs úgy, ahogy a doboz mondja. Ha nem, akkor 180 fokon 20 percig, amíg aranybarna lesz a tészta. Amikor kész van, egy kis olívaolajjal lemázolom, hogy szép csillogó legyen, és a felső paradicsom alá dugok egy pár friss bazsalikumot. Nézzétek, milyen aranyos lett! Isteni finom! Én imádom ezt csinálni. Olyan friss étel, és ha veszel a bolti pite alapot, akkor négy darab ilyet tudsz csinálni. Jó étvágyat!